25. kongresszusát rendezte a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság, most 5. alkalommal Pécsett. A hazai és nemzetközi szakemberek 8 szimpóziumon tekintették át a két terület betegségeinek fejlődési irányait, klinikai problémákat és új lehetőségeket. Pécsen nagy hagyományai vannak, elsősorban az elméleti neuroendokrinológiának. Világhírű kutatók dolgoztak itt a Pécsi Anatómiai Intézetben, és ma is az élvonalban van ez a kutatás. A neuroendokrin tumorok és a pajzsmirigy tumorok kezelésében jelentek meg új terápiás lehetőségek, úgyhogy ezt szeretnénk megismertetni a kollégákkal kiemelt területként. A társaság elnöke szerint hazánk jó helyen szerepel az endokrinológia területén, viszont van lehetőség a fejlődésre, ez pedig főként a megelőzésben keresendő. A pajzsmirigy kutatásban az európai élvonalban vagyunk, ugyancsak a neuroendokrinológiában is azt lehet mondani, hogy a világ élvonalában vagyunk. A betegségeket olyan szinten tudjuk már kezelni, ahogy bárhol Európában. A megelőzésre kell elsősorban gondolnunk, és a genetika, a molekuláris biológia fejlődése megteremti ennek a lehetőségét, csak lépést kell, hogy tartsunk vele. A programot pajzsmirigy ultrahang workshop és szakmai vitafórum színesítette, valamint átadták a Magyar Endokrinológiáért érmet. Az életműdíjat ebben az évben Spéth András, Széchenyi díjas endokrinológus vehette át életpályája elismeréseként.